Pillanatokon belül kezdődik a Cegléd Peac Pécs második félideje, a harmadik negyede 39-30-ról folytatódik a találkozó, és akkor most már biztosan a ceglédi csarnok nagyon gyenge feltöltési sebessége miatt ezt a meccset csak felvételről fogjuk tudni megmutatni sajnos a YouTube csatornán. Szanya Mádis labda szerzésével indul a második játékrész, és mert van Zele Dorina is, és Majas Kurics szabálytalankodott az imént. Amit pontosítottunk még a fullcore statisztikában, hogy jelen Maximovics nem négy, hanem csak három személyhibával rendelkezik, úgyhogy valószínűleg ezért nem is hozta le őt Cicás László a meccs, illetve az első félidő végén Szanya Mandics, hogyha jobb labdát kaptál el, és tudta volna dobni a három pontos, azonban betör, és lecsorog a labdája. Pedig Katona Szidonő itt most az égvilágon semmi különlegeset nem mutatott be védekezés címén. Tőle ezt nem lehetett volna, még nagy bújdosolóra. Ez a Cegléd egyik gásza. Nagy bújdosolóra eddig. Szanya Mandics már a labdával, Roksányi. Leteszi Licskainak, Licskai védelemmel áll lesz szembe, Katona Szidónia, aki egyébként az egyik legjobb barátnők a pályán kívül, most azonban Licskai Zsófia szerzett nagyon fontos kettő pontot. Nagy bújdosó. Szanya Mandics, mint hogyha egy kicsit megtámasztotta volna, de nem fújtak a játékvezetők, Meggyesi Dórára viszont már igen. Egyesi Dóra falt volt. Ez egy jó mezőnybeli falt volt, mert akadályozott egy esetleges gyors indítást, úgyhogy csinálta a kukai falt. Szanya Mandics már a labdával. Szanya Mandics betör, a teljes ceglédi védelet lem közébe tudott jutni Szanya Mandics, és végül is Katona Szidónia állította meg szabálytalanul. Ami egyébként rendkívül érdekes, hogy Nagy Bújdosulóra meg 13 pontnál tart, viszont ezzel a 13 ponttal csak volt versenyben a legeredményesebb dobója a Ceglédnek, hiszen Kányási Veronika is ugyanennyi pontot szerzett az első fél időben, illetve Szanya Mandics értékesít kettő büntetőt, 7 pontra zárkózik a Peac, és akkor Meggyesi Dóra kezében a labda. Katona dinamikusan betör Meggyesinek vissza. Hát igen, szerintem még válogatott is Gorka Szabolcs, hogy kinek fújja a személyével, Zele Dorinának fújja. Szerintem legalább ketten szabálytalankodtak a Cegléd irányítójával szemben. Már Kányási Veronikánál elmondtam, hogy az U18-as 3x3-as válogatott tagja, akkor Meggyesi Dóránál pedig el kell mondani, hogy a felnőtt 3x3-as válogatott tagja. Többként volt a kínai világbajnokságon is. Most viszont csak egy büntető dobott, mert 42-34-re támadhat a Peac. 8-7 van vissza. Licskai Zsófia átdobta. A gyűrűt sem ért a dobása. Katona Szidónia sem célzott pontosan. Szanya Mandics már a labdával, most gyors támadások, tehát pontatlanul tüzelnek a csapatok eddig, ez személyi. Katona Szidónia tette ki a csípőjét. A hazai közönség úgy érzi, hogy kicsit túlreagált a pécsi játékos ezt az ütközést, de én azért biztos vagyok benne, hogy volt ott bőven szabálytalan kontaktus. Serben Anett jön Katona Szidónia helyett a pályára, és Katona Szidóniának rossz dobása volt, faltja volt, leültet egy kicsit Cicás László. Zele Dorina már alulról találja el a palánkot, az pedig nagyon-nagyon ritkán ér pontot, most biztosan nem. Úgyhogy 11 pontra nő a két csapat közti távolság. 7-23-ban vissza. Kester beleáll. Azt szerintem be lehetett volna fújni személyhibának. Ezért bőven előre mozdult a ceglédi védőjátékos.
hiszen Zene Dorina fajtolja meg egyes, itt még dobás előtt, és Boris Márkovic feltöltődött a fél időben a perc pécs időkérési lehetőségeinek a csomagja, úgyhogy most egyetlen is használ Boris Márkovic. 45-34, tehát az állás is 7-13 van vissza. Lehetett látni a Pelasznál itt a negyed elején némi fellángolást, volt itt azért, ugye feljöttünk 7 pontra, 8 pontra, aztán most megint csak 11 van közte. Elnézést. Úgyhogy egyelőre inkább olyan mederben folytatódik a találkozó, mint a második negyedben. Remélhetőleg Boris Márkovic azért ki fog tudni találni valamit. Van még azért vissza 17 játékperc. Én nagyon bízom benne, hogy azért fel fog tudni javulni a csapat a végére. Perc Pécs egyébként ad forduló után ugye eddig veretlen a bajnokságban, és Jessica Custer hozta a legjobb pontátlagot, 18,5 pontot szerzett meccsenként, mellé 7,5 lepattanót is, szóval nem is jár olyan nagyon messze dupla-dupla átlagtól, és mellette majdnem 5 faltot ki is harcolt meccsenként. Ami még érdekes, hogy Sanja Mendes csak 6,5 asszisztja van eddig a bajnokságban. És akkor folytatódik a találkozó. Megkesi Dóra kezében a labda. Gyakorlatilag a legjobb ötösében a Fetta Cegléd, és most Jessica Custer szép megelőző szerelése. Sányi. Jó, a 2-2 Licskai lép. Én már azt hittem, hogy esetleg ellépte, de Gorka Szabolcs megkegyelmezett a pécsi játékoson. A ceglédi szurkolók is úgy érzik, hogy Licsi ellépte, és ráadásul büntetőket ítélnek. Ami érdekes, hogy ez egyszerűen megkezdte a dobó mozdulatát Licsi. Jó az első. Jó a második is. És ki kell javítanom magamat, hiszen nem azért kapott két dobást a Pelasz, mert megkezdtem erre dobó mozdulatot, hanem azért, mert megvan az öt csapat hibája a Ceglédnek. Pelasz oldalon 2 van eddig. Megbúdosó, bele is áll a dobásba. Most nem volt jó, és Jessica Custer ügyesen zárt a kis koricsot. Rossz azonban ez a passz. Zene Dorina nem tudta jól átvenni a labdát. Visszatér Katona Szidónia. Kányás itt váltja volt a Zeglédi oldalon, és akkor Megyesi. És Katona hozhatja a labdát. Hát eddig magabiztosabb ceglédiek játéka, magabiztosabb a játéka, és hát a különbség is ez. Ezt most bizonyít, hogy Raksányi faltól még időben. És akkor ez a harmadik pécsi csapat falt. 6-22 a negyedben és 45-36 az állás. Csapdát próbálnak meg Megyesen, és Szennyi Elnabdandics pillanatra meg is szerezte a labdát, így viszont lehet, hogy még a Pelc jön ki rosszul a helyzetből, de Nagy Bújdosó kiadja a 3 pontost. Custer hozhatja már a labdát, Maximovics fog visszajönni a Zeglédi csapatba. Licskai és Serbán birkóznak, járnak közöttük engedik, most ezt viszont már nem. Váltás után Serbán a nettet lehet megszabálytalannak. Azt gondolom azért, ez érett ez a fajtik ennél a Pelc támadásnál, és akkor most jön vissza majd Maximovics. Azért még szabálytalan, hogy most Serbánt fogja váltani. Az erős testalkatú Ceglédi center. Jessica Custer a büntető vonalon. Egyik Ceglédi szurkoló azt mondta az amerikai léggyorságnak, hogy csúnya vagy kihagyott, szerencsére egyik sem igaz.
bent van mind a két büntető, úgyhogy újra 7 ponton a mérkőzés differenciája a két csapat között, a egyesik. És jön bevegy, talán egy picit több, mint a többet lépett volna, és Katona bevegye a meg. Eddig a Pehat Pécs összes felzárkózási kísérletét visszaveri a Ceglét. Szanya Mandics nem tudja megmenteni a labdát. Tehát a Cegg 10 pont van közte. Nagy módosul, nincs egy gyors dobás. Slicskai most Maximovicsal birkózik a palánk alatt. Megyesik. Megkapja Maximovics és megdobja. Úgyhogy 50-38, újra 10 ponton kívül a két csapat. Zele. Pontot van a dobása. Hát így nehéz lesz. Nehéz lesz. Egyesi már a labdával. Katona ismét elvállalja. Ez a dobás az már jóval pontatlanabb. Szanya Mandics a lepattanó után. Megkapja a labdát Licskai, és az bent is van. Na, ez nagyon kellett. 50-40. De még így is 10 pont. És 4-24 a mérkőzés, illetve a negyed végéig. Katona. Próbál betörni Jessica Kester mellett, és Jessica Kester már csak szabálytalanul tudja megállítani, és ráadásul azt mutatják a játékvezetők, hogy későn, tehát büntetőket kaphat Katona Szidónia. Licskai Zsófia helyén Egle Siksti úte eddig elég keveset játszott a második negyedben, és akkor sem volt túlságosan hasznos tagja a Pehat Pécsnek, ugye. Szerzett 3 pontot, de azért volt eladott labdája, rossz passza, kihagyott büntetője, úgyhogy Eglének is azért lenne hova javulnia. Katona Szidónia kihagyja az első büntetőt. A második szájó. 51-40. És 4-15 a negyedből. Szanya Mandics, Katona Szidónia fogja irányítókat. Kester át suhan a védelmen, és aztán dob egy szép 2 pontost. 10 ponton belül, 51-42. Késő hajon úgy ment át Kester a ceglédi védőkön. Egyesi. Szanya Mandics jól követte, de megvan a dobóhelyzet, Megyesnek kihagyja. Szanya Mandics pedig szépen zárja ki emberét. És így ismét a Pehat jöhet. Most megvan a dobó helyzete, el is vállalja a 3-as, de nagyon hosszú a dobása, egészen pontosan, és feldobás, Zele Dorina és Nagy Bújdoson úra verekedtek meg a labdáért. A feldobás kedvezményezettje pedig a vendégcsapat, azaz a Pehat. Szanya Mandics oldalról kaphatja a labdát majd. Szép betörés és egy újabb remek játék Jessica Kester részéről, aki ezért a időt is kér a Cegléd. Jessica Kester az első fél időben azért nem tartozott a legjobban dobó játékosok közé, hogy három pontosainak a fele beesett, igaz, hogy ez kettő próbálkozásban egy sikeres kísérletet jelent, viszont a két pontosok terén csak 5-ből 1 ért be, és a büntetőket is 50%-osan dobta, 2-ből 1-et értékesített. 3-15 van vissza, megint 7 pontra jött fel a Pehat, 51-44-re. Úgyhogy az utóbbi percekben most már egy picit megint megakadt a Cegléd gépezete, és elkezdett azért feljebb jönni a Pehat. Ennek köszönhető, hogy Cicás László és Áron Barázsné megpróbálnak belenyúlni a mérkőzésbe. Csak a pillanatokon belül jönnek is vissza a csapatok. A játékvezetők már készen állnak, a Cegléd is lassan készen áll. Visszatért Katona Szidónia, visszatért Skorics, Nagy Bújdosó, Maximovics és Megyesi.
és nem nagy meglepetés, hogy Medgyessy fogja elvégezni az alapvonali bedobást. Pécsi oldalon Siksni Jute, Zele, Raksányi, Kaster és Mandic vannak fent a pályán. Elmondhatjuk, hogy nem történt csere. Majd most fog történni csere. Ceglédi oldalon. Először érkezik a pályára 21-es Rutter Zsoka, ez egy nagyon rossz védekezés. Nagyon rossz védekezés, és jelen a Maximovics talál be. Én ezt nem is értem, hogy hogy maradhatott ennyire üresen. Ez váltásnak volt köszönhető. Sajnos nem az első ilyen eset itt a mérkőzésen. Kaster. Kaster. Raksányi Krisztina. Bent is van. Nem volt már sok hátra támadó időben, itt belül voltunk az utolsó 5 másodpercen. Pontos pontokat szerzett a Peac csapatkapitánya. Akkor már Medgyessy jöhet, őre 7 pont a különbség, Maximovics, Katona, közik Skoris dobja le 3 pontos, ez rát, én úgy látom, hogy rövid lesz a dobomás, de én úgy látom, hogy rövid, de Skoris alaposan rám cáfolt, 56-46. És kezdődik az utolsó 2 perc a harmadik negyedben, Mandic, rossz a dobása, viszont Maximovics kiüti a labdát egy kicsit túlságosan is ki. Támadhat újra a Peac, már csak 2 másodpercig. Siksni Jute támadó hibát kújra kellene, Katona Szidónia harcolta ki. És nem is reklamál senki a pályán, úgyhogy sok kétség nem férhet el hozzá. Általában ugye ilyenkor a reakciók azért nagyon sok mindent elárulnak egy ilyen szituációban, és reklamálás, akkor ez nem azt jelenti, hogy nem érdekli esetleg a az eset az emberek, Maximovics partnere együtt közben. Katona Szidónia dobása még kimaradt, azonban Maximovics szedte össze a lepattanót, és Siksni Jute faltol a dobás közben. Boris Majkovics le is hozza a pályáról. Visszajön Licska és Zsófia, és nagy bújdosan Nóra helyén a pályán először 21-esen Rutner Zsóka. És akkor plusz egy büntető Maximovicstól. Siksni Jute most nem végzett túl jó center munkát, hiszen átengedte a lepatonot, és amikor már nem volt szabad, akkor jutott oda. Kaster. 13 pont a Cegléd előnye. Nincs. Licskai Raksányi a sorokból. Nem jó a 3 pontos kísérlet, úgyhogy a Ceglédiek tovább növelhetik az előnyüket. Rutner kap jól, de nem merre betörni, és lassan vette át a játékszert. Skoric, mint egy picit sokáig kardoszkodott volna bent a palánk alatt, most Rutner eldobja. Hideg kézzel beszédül a dobásra. Rutnernek a legelső dobása volt a mérkőzésen. Most kállt be a padról. Ez azért sok mindent elmond a két csapat dobó teljesítménye közti különbségről. Boris Majkovics ez pedig közben veszekszik a jury asztallal, talán kért egy időt, és nem adták meg neki, vagy nem vettek észre időben. Lépési bazánja már nincs rá. Úgyhogy jöhet a Cek, 15 ponttal vezet a Cegléd. Sajnos ez a harmadik negyed, ez egyelőre nekem nem azt mondja, hogy meg fogja tudni fordítani a Peac a találkozót. Aztán persze ne legyen igazam. Ugye női sportról van szó, szóval ez azért ad egyfajta szeszélyességet, de itt most a második negyed elejétől kezdve gyakorlatilag végig sokkal magabiztosabban és jobban játszik a ceglédi csapat. Skoric betör kosárra, teszi, ez azonban most kiperdül, azért minden nem papsolt. Pedig igazából egy csak kellett sok, Jessica Kaster betör és bedobja. Aztán még néz a játékvezetőkön szúros szemmel, hogy hát esetleg egy faltot ki tudott volna harcolni, de ez most nem az a szituáció. 61-48, 12 másodperc a negyedből, ez a negyed is nagyon gyorsan elment. És sajnos tovább növeli a Cegléd az előnyét, tehát minden negyedet megnyer az egy csapat. Ez most nem jó, Licskai nem fordul palánkra, kapott egyet a harcára, remélhetőleg ezt nem fogja akadályozni a negyedik negyedben.
A nagyobb gond viszont az, hogy 61-48 és ezt a negyedet is megnyerte 4 ponttal a Ceglét 22-18-ra, és akkor következik a negyedik játék, hogy hamarosan.